A telepszaktalanítás az nem más, mint egy technológiai segítség állattartóknak. Mi képesek vagyunk olyan technológiát kiépíteni állattartóknak, tehát sertéstelepeken, baromfi telepeken, de akár az élelmiszeriparban, mondjuk vágóhidakon, ahol zavarja a lakosságot a megkeletkező szag. Viszont ezzel nyilván egy állattartó nem akar foglalkozni, nem akarja, hogy ez vigye el az életét, ezért mi tudunk neki segíteni. Egy olyan rendszert kiépíteni, ami megszünteti ezt a problémát, megszünteti a szagokat, és nem fogja zavarni a lakosságot. Nem szabad elfelejtenünk azt se, hogy ma már jogi szabályozása is van annak, hogy a bűszennyezés az valóban egy szabálysértésnek minősül. Tehát innentől kezdve a lakosság egyre tudatosabb, és egyre inkább tudja azt, hogy ezt ő bejelenti, és azt mondja, hogy az életkörülményeit szeretné javítani. És elvárja a szolgáltatóktól azt, hogy erre figyeljen mindenki oda a munkája során. Van ennek ugye egy szubjektív oldala, amikor megkérdezzük a lakosságot, hogy ez rendben van-e. Volt már, hogy a lakosság fórumot szerveztek mondjuk egy szaktanító rendszer átadásánál, és akkor számítottak arra, hogy a lakosság majd mond át vagy bét, hogy neki ez tetszik. Hála jó Isten, nagyon sokszor az a visszajelzés, hogy ők ezzel elégedettek. Mindig van néhány olyan ember, aki kevés dologgal tud megelégedni, de a többség az ezzel mindig elégedett volt. A másik van egy objektív oldala, hiszen a szagkoncentrációt lehet mérni. Erre kidolgozott Európai Uniós szabvány van. Éppen ezért lehet bizonyítani a lakosság felé objektív módon is, hogy hatékony volt, vagy nem volt hatékony a szaktalanítási megoldás. Ez mennyire jelent megterhelést az állattartó telep részére, hogy ezt tulajdonképpen alkalmazza, a technológiát beszerezze és a lényegében telepítse? Természetesen van ennek beruházási költség, és van üzemeltetési költsége is, folyadékot használ, egy természetes alapú folyadékot ez a rendszer, ezzel kalkulálni kell. Azzal próbálunk segíteni az állattartóknak, hogy úgy optimalizáljuk a rendszer működését, hogy ne lőjünk ágyúval verébre, tehát segítsük a lehető legprecízebben és a legalacsonyabb egységnyi költséggel folyamatosan fenntartani ezt a rendszert. Azok az állattartók, akiknek valóban fontos az, hogy ők békében éljenek a lakosság mellett, és ne ügyintézési problémákat okozzon állandóan az, hogy foglalkoznak a lakossági panaszokkal, nekik ez megéri. Érdemes esetleg akkor már egy induló állattartó telep esetében, amikor tulajdonképpen létrehozzák, gondolni erre a technológiára, és akkor már előre, még mielőtt a lakosság jelezni, hogy itt probléma van, akkor ezt már előre tudatosítva ezt beszerezni. Igen, és ebben a tekintetben a megyei környezetvédelmi hatóságok egy kicsit előre is járnak, hiszen az újonnan felhúzott épületeknél, mezőgazdasági épületeknél ők már nagyon sokszor szakhatóságként megkövetelik, hogy legyen betervezve a szakhatás csökkentő technológia. Akkor az érdeklődés lényegében garantált a technológia iránt, és gondolom, hogy a továbbfejlesztésről is vannak már ötletek. Így van, pontosan, hála Istennek ez az esemény arra is lehetőséget ad, hogy különböző technológiáknak a képviselői egymással tárgyalni tudjanak, és a kombinált megoldásokból még hatékonyabb megoldásokat hozzanak a mezőgazdaság szereplőinek.